Minden napunk teljesen más, szóval nincs ilyen rendszerünk, hogy most akkor, mint általában otthon, hogy jó, akkor 5.45-kor kelljél, menjél, izé, csináld a dolgodat, hanem mivel ugye rengeteg csapat van, és hogy mindenki azért elég színesen tudjon edzeni, meg mindenki ugyanazt a lehetőséget megkapja, ezért mindig este kapjuk meg az információt, hogy másnap hogy edzünk, mikor edzünk, mennyit edzünk, de azért mindig betartják ugye azt a 2 óra edzésidőt úszás szempontjából, és másfél órára elhagyhatjuk a szállást, igazából a Margit szigeten belül, szóval azért van egy ilyen lehetőség, hogy ne érezd magad úgy, hogy tényleg egy burokban vagy. Nem érzed úgy magad? Annyira nem, bár amikor vasárnap a édesanyukám erre járt, persze tartottuk a távolságot, meg minden, szóval nem úgy jött erre, és akkor úgy éreztem, hogy azért ez egy kicsit így megvisel, hogy nem ölelhetem meg, hogy nem érinthetem meg, szóval azért egy kicsit úgy megviselt lelkileg, és talán akkor éreztem, hogy tényleg egy burokban vagyunk most, és nagyon figyelnünk kell egymásnak az egészségére, mert nem csak az, hogy most megölelem anyukámat, mit tudom én, és esetleg, hogyha mondjuk vagy nem mosok kezet, vagy bármi, akkor ez kihatással lehet a többiekre is, szóval ezért is kell magunkra vigyázni, meg nyilván másokra is. Feltételezem, hogy ezt a bezártságérzést, ezt a negatív érzést kompenzálja az, hogy végre versenyezhettek, és ti már túl is vagytok az első fordulón. Milyen volt? Úgy zártuk a csapat megbeszélésünket, mármint hogy a verseny utáni csapat megbeszélésünk, hogy hát mindenkinek ez az első úszás volt, ez az első nemzetközi úszása volt, és azért, mivel ennyi versenyt kihagytunk az elmúlt időszakban, így nem volt semmilyen visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy most te milyen formában vagy, mikre kell igazán figyelni, mert sokszor ezek a hibák, vagy ezek a dolgok nem ütnek vissza az edzésen, és nem látjuk úgy igazán, és ezért tök jók a versenyek, hogy ilyen versenykörülmények között lássuk, hogy esetleg mind kell még javítani. Hát azért az első verseny után egész sok mindent írtunk le, hogy akkor mi is kell javítani, itt nyilván legfőképp a fordulókra gondolok, meg azért nyilván, amikor volt ez a karanténos 6 hetes kihagyásunk, azért állóképesség szempontjából elég sokat vesztettünk, és ugye azt még muszáj, ezt még érzem, hogy ezt még muszáj visszaszereznünk. Nagyjából hogy látod egyébként így a többi úszón, hogy így milyen a hangulat, milyen a hangulatuk, hogy érzik magukat, hogy végre versenyen lehetnek? Annyira jó, hogy végre versenyezhetünk, hogyha bárki bármilyen időt úszik, vagy bármilyen helyezést ér el, ugyanolyan mosolyogva jön ki a vízből, szóval nincsenek ez az önsanyargatások, mert végre itt vagyunk, és végre együtt vagyunk, és végre egymás ellen versenyezhetünk. Úgyhogy végre itt egy lehetőség, és ezzel élhetünk, és ki tudja, hogy most lemegy ez a 6 hét, vagy 6-7-8 hét, és utána esetleg mikor találkozhatunk. Olyan verseny körülmények között vagyunk, meg ez egy olyan verseny, hogy bármi megtörténhet. Szóval, főleg ebben az időszakban nem tudjuk, hogy ki milyen állapotban van. Azért nyilván, hogyha nem hagytunk volna ki, vagy esetleg más országban máshogy volt a dolog, lehet valaki tudott edzeni, lehet valaki nem. Úgyhogy igazából annyira nem tudjuk felmérni egymásnak az állóképességét, hogy ő milyen állapotban van, hogy ezt így nem lehet így szerintem előre megállapítani, hogy most így milyen helyezést. Igazából tényleg csak annyit mondott nekünk is a Michael Andrew, hogy élvezzük. Élvezzük, hogy itt vagyunk, és történjen bármi is, mármint, hogy valami rossz az úszásban, vagy nem úgy jön ki a lépés, hiszen csak élvezzük a pillanatot.